A képviselőtestület tagjai számukra fontos, a város érdekeit szolgáló kérdésekben hoznak döntéseket hétről hétre, fejlesztő szándékkal a város jobb átétele érdekében. Nagy hatalomnak tűnik ez, hatalmas felelősséggel párosítva. De vajon mindannyian tudjuk lakókörnyezetünk, városunk irányvonalait kik szabják meg? Nyakunkba vettük a várost és felkerestük a vezető politikusokat, a képviselőtestület tagjait. Elsőként Lacik Zoltán fogadta el a megkeresésünket. Lacik Zoltánról érdemes tudnunk, hogy korábban újságíróként, PR szakemberként is dolgozott. Első kérdésünk is erre vonatkozott. Hogyan tudja kamatoztatni ezeket a tapasztalatokat a budaörsi képviselőtestületi munkája során? Tulajdonképpen az én korábbi életpályám az két vágányon futott. Az egyik valóban az, hogy dolgoztam az írott sajtóban és az elektronikus médiában is, külpolitikai újságíróként az írott sajtóban. Lacik Zoltán, külpolitikai újságíró a Népszabadságnál, az MTV kommunikációs igazgatója, a Magyar Atlanti Tanács főtitkára, végzett közgazdász külkereskedelmi szakon. A külpolitika végigkíséri életét. Egy barátommal, dr. Tóth Ferenccel közösen szervezik a közéleti klubot, és a meghívott vendégek egy része valóban olyan, akiket én valamilyen úton, módon korábbról ismerek, és hát ez az úgynevezett kapcsolati tőke, azt hiszem így szokták mondani. Nagyon sok pozitív és negatív kritika is érte nyilván, hogy sokan azt mondták, hogy esetleg inkább a baloldalhoz köthető embereket hív a közéleti klubba. Hogy érzi, ez megállja az a helyét, ez a kritika? Ha ez egyáltalán kritika, akkor az eredmény tekintve megállja a helyét, mármint hogyha végignézzük azoknak a névsorát, akiket sikerült meghívni. Csak hogy nem ez volt a szándékunk. Amikor mi elindítottuk a közéleti klubot, akkor azzal a szándékkal indítottuk el, hogy meghívjunk olyan érdekes személyiségeket, akik valamilyen módon kapcsolódnak az aktuális eseményekhez, illetve maga a személyiség olyan, hogy hát tulajdonképpen vonza a figyelmet. És egyáltalán nem volt olyan szándékunk, hogy azt szerint válogassunk, hogy valaki baloldalhoz, jobboldalhoz, vagy bármilyen politikai áramlathoz legyen kapcsolható. Csak a gyakorlat, hogy Magyarország sajnos most egy olyan hely, hogy hát valakit akár akarja, akár nem, valahová odasorolnak, aztán hát akár kényszerűségből és egyszerűen ott marad az az oldal, és egyszerűen úgy alakult, hogy azok a személyiségek, akiket fölkértünk, és valamiképpen a jobboldalhoz sorolhatók, vagy jobboldalhoz egy konzervatív váltottságot, egy-két kivételtől eltekintve, amikor meghallották, hogy ez egy, ha nem is MSZP, de MSZP-hez köthető személyek által szervezett klub, akkor általában nemet mondtak a meghívásra. Ahogyan a későbbiek során majd minden politikusnak, úgy Lacik Zoltánnak is feltettük a kérdést, mi lenne az a számára fontos terv, amit ha az összes képviselőtársa mellé állna, mindenképpen végigvinne a megvalósításig. Budaörs az ország egyik legtehetősebb települése. Ez sok mutató tekintetében igaz, de nem föltétlenül. És az átlagoknak megvan az a sajátosság, hogy elfedik a különbözőségeket. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy Budaörsön is létezik szegénység, elesettség, léteznek olyan emberek, családok, akik támogatásra szorulnak, és bár nagyon sűrű a szociális háló, legalábbis az országos átlaghoz, nem is beszélve az ország szegényebb vidékeihez, szóval Budaörsön általánosságban elmondható, hogy nagyon sűrű a szociális háló, de ennek ellenére én talán azt emelném ki, hogy ha rajtam múlna, akkor én még nagyobb figyelmet fordítanék azokra a rétegekre, azokra a családokra, akik akár önhibájukon kívül, de valamilyen okból kifolyólag nélkülöznek, elesettek, nem találják meg a helyüket az életben. Említett, hogy nagyon erős a szociális háló Budaörsön, és emiatt egyébként nagyon sokan jönnek ide, akár mondjuk segélyekért, vidékről, más településekről, mert itt valóban nagyon jó a szociális rendszer. Ezt a város teherként élheti meg esetleg, hogy kvázi bevándorlókat fogadjon? Hát ennek van egy szabályozott volta. Ha
valaki az előírásoknak és a szabályoknak megfelel, akkor itt a város nem mérlegelhet más szempontokat, csak az, hogy az illető rászorult és megfelel az előírásoknak. Arról, hogy Budaörsön az országos törésvonalak mentén, vagy inkább a helyi érdekek szerint alakulnak a politikai erők, így nyilatkozott. Ugye ön egy személyben képviseli az MSZP-t a képviselőtestületen belül. Hogy érzi ezt inkább nehézségnek éli meg? Tehát van egy kis szélmalomharc érzése? Én azt hiszem, hogy az ügye válogatja. Uh-huh. Egyfelől persze, hát hogy ne. Hát az nem egy jó helyzet, hogyha valaki egyedül képvisel egy bármilyen szervezetet, egy testületben. Hát nyilvánvalóan, hogyha ketten vagy még többen lennénk, akkor egymást tudnánk támogatni, hatékonyabban tudnánk fellépni. Hát persze, hát akkor az ember egyedül van óvatatlanul, néha szélmalomharcot képes folytatni. Ugyanakkor pedig én azt tapasztalom, hogy vannak ügyek, amelyekhez igenis szerezhetők támogatók, akár mindkét oldalról. Mondok egy példát, mikor nemrégiben 2 évvel ezelőtt a Bibói forduló volt, a születések 100. évfordulója, akkor én javasoltam, hogy Budaörsön legyen egy közterület Bibó Istvánról elnevezve, és ha emlékezetem szerint a képviselőtestület egyhangulag megszavazta az előterjesztést, tehát sikerült mindkét oldalról ehhez az ötlethez támogatókat megnyerni. A Bibó István teret, mert végül is egy tér lett elnevezve a Városháza melletti tér Bibó Istvánra. Szándékosan emeltem ki, mert nekem érzelmileg ez az ügy, ami ebben az elmúlt ciklusban számomra legemlékezetesebb volt. Tehát nyilvánvalóan van számos olyan, nem azt mondom, hogy rutin ügy, de amikor akár egy útfelújításhoz, akár egy buszmegálló átépítése, vagy valamihez az ember tesz egy előterjesztést, és ahhoz próbál támogatókat szerezni. Ezek szükséges dolgok, nyilván az adott környezetben szükség van, de érzelmileg nyilván az ember másként él meg egy útfelújítást, és másként egy ilyen dolgot, amit említettem. Milyen tervekkel néz most így az őszi választások elé? Én szeretnék tagja lenni a következő képviselőtestületnek is, ami ebben nem is az érdekes, hogy én személy szerint szeretnék tagja lenni, hanem talán lényegesebb és érdekesebb az, hogy szeretném, hogyha a baloldali gondolat az a következő képviselőtestületben, és lehetőleg nem csak egy személyben, hanem többek által is képviselve lenne. Hogyan érzi az esélyeket akkor? Én azt gondolom, hogy Budaörsön van egy olyan szavazói réteg, amelynek szüksége van egy ilyen képviseletre. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szavazói réteg a szavazatával is igazolni fogja, hogy végigéri ezt a képviseletet. Tényleg az a helyzet, hogy most el kell dönteni, hogy milyen formációban, hogyan indulunk az önkormányzati választás. Ezek mindig kényes ügyek, mert személyeket érintenek, előbb vagy utóbb. Hát azért az országgyűlési választásokon ugye alulmúlta a saját elvárásait azért az egész baloldal, de hát maga az MSZP is ugye. Igen. És ez az érdekelhet még engem, hogy vajon ez milyen helyi változásokat. Hát ez azt követeli meg, hogy valamiféle összefogásra van szükség. Lát erre esélyt egyébként? Szerintem igen. Annál is inkább, mert én azt érzékelem, hogy túl sűrű volt ez a politika eleg, ez a tavasz, az emberek nagy többsége. Szóval sok ember úgy közül megcsömörött a politikától, és szerintem jó ideig nem igazán kíváncsi a pártpolitikára. Tehát az a tömény pártpolitika, amit az emberekre zúdult az év első fel, vagy legalábbis május végéig, azzal telítődtek sokan, és nagy valószínűséggel, hogy is mondjam, csak egy civil szervezetnek mindig megvan az imása, hogy az egy könnyedebb dolog. Az pártpolitikát mindig olyan súlyosnak, nyomasztónak vélik az emberek, tehát ilyen szempontból nyilván nem feltétlenül pártszíneket kell most ebben az időszakban. A város képviselőtestületének politikusaival való beszélgetés sorozatunk következő epizódjában Kán Jánost keressük fel.